Kötegekbe kötötték az aláírás gyűjtő íveket, ezzel véget ér a Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő által szeptemberben meghirdetett akció. Az EGRI főiskola egyetemmé válását szorgalmazó Eszterházi petíciót 12 000-en látták el kézjegyükkel. A Vislászó polgármester azt mondta, büszke arra, hogy Eszterházi püspök grandiózus terve megvalósul. Egykori országgyűlési képviselőként maga is sokat vitázott az EGRI intézmény érdekében. Nyitrai Zsolt köszönetet mondott az aláíróknak, az akcióban segítkező aktivistáknak és mindazoknak, akik kiálltak a főiskola ügye mellett. Egy rendkívül sikeres közéleti kezdeményezésnek és akciónak tartom az Eszterházi petíciót, hiszen egy hónap alatt közel 12 000 EGRI Eger környéki Heves megyei polgár támogatta személyes hitvallásával, ami eddig erre nem volt lehetőség, a főiskolának egyetemi válási ügyét. A következő lépés az, hogy a kormányzat hamarosan napirendi pontjára tűzi ezt a kérdést, és azt követően kerül majd a Magyarország gyűlés elő. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hasonló közéleti akciókat a jövőben is fog indítani, hogy a polgárok ilyen módon ki tudjanak állni bizonyos ügyek mellett, véleményt nyilváníthassanak.